Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Itt ennél a jóslásnál megnézzük azt, hogy mi vár rátok január hónapban. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a havi jóslást, mint egy személyes jóslás, a díjam 4000 forint. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen. Ez a férfi jelenti a lelki társadat, vagy jelenti a férfiakat. Az ő feje fölött nincsenek kártyák. Az jelenteni az ő gondolatait, de jelenleg zárkózott, nem beszél a terveiről. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt a képek mutatják a te gondolataidat. Itt ez a ravasz róka jelenthet egy negatív gondolatot, mint például, ó, ebből úgysem lesz semmi. De a ravasz róka jelenthet hamis személyeket is, de szerencsére itt alatta megjelennek az egerek. És ott, ahol az egerek vannak, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek eltávolítják a negatív gondolatokat, eltávolítják ezt a negatív, rosszindulatú szemét, vagy az ő környezetéből, vagy a te környezetedből. Te gondolsz erre a férfira is, és a madarak jelentik a kommunikációt, tehát ez az elképzelésed, hogy legyen egy találkozás, tudjatok bizonyos dolgokról beszélni. Itt a lovas férfi jelenti a mozgást, amikor úgy előre mennek a dolgok, de mivel itt van az utazás kártyája, ez lehet egy utazás tervezése is. Amit ez a lovas férfi még jelenthet, egy másik férfi, és itt a külföldi kapcsolatok, ez lehet internet kapcsolat, vagy valaki közeledik hozzád, az is lehet, hogy ez a férfi külföldi, vagy külföldön él. Mivel itt a madarak jelentik a beszélgetéseket, és itt van az utazás kártyája, ez lehet egy idegen nyelv tanulása is. Ti egy vonalban vagytok, tehát megvan a kapcsolat, itt lesz beszélgetés. A kulcs jelentheti a te magabiztonságodat, vagy az ő magabiztonságát. Azon kívül a kulcs jelenti a nyitottságot, a zárkózottságot, ez mindig így változik. Vagy, amit ez a kártya még jelenthet, hogy le tudtok bizonyos dolgokat zárni a múltból, és egy időben kinyílik egy új ajtó, új lehetőségek. Ez kihat a szerelemre, hiszen itt van a szív, de kihat a házra is, az lehet egy közös otthon tervezése, vagy egy költözködés, vagy egy látogatás. Ő, tehát ez a férfi, ezekkel a kártyákkal van egy vonalban. Itt a csillagok jelentik a szerencsét, vagy az időpontot. A megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni. És a gyűrű jelenti a kapcsolatot, esetleg szerződéseket, de jelentheti azt is, hogy ez a férfi vissza akar térni hozzád, vagy reménykedik abban, hogy te térsz vissza hozzá, hiszen itt van a remény kártyája. De ez a kép jelent utazásokat, egy új irányt, külföldi kapcsolatokat is. Ha te egy hölgy vagy, ezekkel a kártyákkal vagy egy vonalban. A ravasz róka az jelenthet egy negatív gondolatot, de az egerek ezt eltávolítják, javul a helyzet. És ha más személyekről van szó, aki figyelget téged, vagy benneteket, és rossz indulatú, akkor itt az egerek segítenek ezt a kapcsolatot eltávolítani. A gyermek jelent itt egy új kezdetet, és itt ez a kép, ez a csónak jelent külföldi kapcsolatokat, utazásokat is. Itt lesz mozgás, előre mennek a dolgok, és lesznek komoly kapcsolatok. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét január hónapban itt látható. Ez a kártya jelenti a nyilvánosságot. Vagy megjelensz a nyilvánosságon, és mások észrevesznek téged, megkapod az elismerést, de ebben az esetben itt van egy hamis személy a háttérben, aki irigy rád, meg akar bántani téged. Az is lehet, hogy mond valamit, amivel megsért, és ezt a nyilvánosságon. Itt ez a kép, a koporsó, jelentheti azt, hogy itt egy idősebb nőről van szó, vagy azt is jelentheti, hogy valaki ilyen szándékokkal közeledik hozzád, de a koporsó lezárja ezt a kapcsolatot, nem sikerül ennek a nőnek téged megbántani. Amit a kártyák még jelenthetnek, egy örökösödési ügy, és itt valaki megpróbál becsapni téged, de ez kiderül a nyilvánosságon. Itt tisztázódik valami. Ez a hamisság elmúlik, hiszen az egerek ezt eltávolítják. Valaki átnyújtja számodra ezt a virágcsokrot, ez lehet egy jó ajánlat, vagy egy meglepetés, egy meghívás, vagy egy ajándék. Esetleg kéz a kézben ki tudsz alakítani valakivel itt valamit, és itt egy kreatív tevékenységről van szó. Bizonyos dolgok tisztázódnak. Itt lesz ugrás, mozgás, előre mennek az események. Ez a kártya jelent mindent, ami mozog. Utazásokat, sporttevékenységet, vagy egy autó eladását, vagy vételét. Ez a férfi zárkózott, de mégis megvan a kapcsolat kettőtök között, lesznek beszélgetések. Második hét, január hónapban az itt látható. Ez a kártya szimbolizál egy fát, és a fának van gyógyító ereje. Mivel itt a könyv jelenti a tanulást, ez lehet egy továbbképzés ezen a területen. Amit a fa még jelent, a biztonság érzetét, ahol le tudsz gyökerezni. És a könyv itt nyitott, ő is nyitott lesz veled a jövőről beszélni, vagy tervekről, hogy hol tudtok legyökerezni. Lesz itt egy jó hír, mert látható mellette a szerencse. Ez a levél lehet egy bizonyos szerződés is. Itt van a szerencse, kisüt a nap az életedben, láthatóvá tesz valamit, megvan a vonzalom kettőtök között, a negatív dolgok, hamisságok elmúlnak, mert az egerek segítenek, a gyermek jelent itt egy új irányt, egy új kezdetet, itt van hozzá a remény, lesznek külföldi kapcsolatok és fontos beszélgetések. Harmadik hét, január hónapban itt látható. A horgony jelentheti a biztonság érzetét, ahol le tudsz horgonyozni. Itt a közelben a fa, ahol le tudsz gyökerezni. Ez lehet egy hegyvidék, vagy ez a kártya jelenti a téli hónapokat, hogy ez most a hónapokban így sikerül. Amit a hegyvidék még jelenthet, valakinek a hideg-rideg tartása, vagy a nehézségek. Itt a munkáról is szó lehet, hiszen a horgony szimbolizálja gyakran a munkahelyet. És ez a medve lehet a főnököd, vagy főnöknőd. Itt ez a sarló elvág valamit. Lehet, hogy elbúcsúzol ettől a munkahelytől, vagy ők szeretnék azt, ha te felmondanál. Itt vannak még nehézségek, korlátozások, esetleg hivatalos ügyek. Ami viszont a szerelmi életet, a családi kapcsolatokat illeti, itt megvan a kapcsolat, vagy szerződések, vagy valaki visszatér hozzád. Ha te egy hölgy vagy, akkor te állsz itt a középpontban. A szerelem, a párkapcsolat, az otthon, az, ami most fontos. Arra viszont számíthatsz, hogy a munkahelyen lesznek problémák, esetleg munkahelyi változások. Utolsó hét, január hónapban itt látható. A felhő azt jelenti, hogy a munkahelyen valami átláthatatlan. De a felhő jelenti az időt is, fél évet, hogy fél éven belül lehetnek itt munkahelyi változások. Itt a kereszt jelenti a hitedet, vagy egy spirituális területet, vagy kihat a sors utadra, amikor elérkezel a sors utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt is az utak láthatóak, ahol döntésekről van szó, és a gólya jelenti a változásokat. Minden úgy lesz, ahogy itt a csillagokban meg van írva. Ez lehet egy munkahelyi változás. De megváltoznak az anyagiak is, hiszen itt lesz bevétel, nyereség, a halak mellett ott vannak a csillagok, ami szerencsét hoz, és a halak jelentik az anyagiakat. Itt ki tudsz építeni valamit. Megvan ehhez a lehetőség. Mivel a kulcs itt látható, megvan hozzá a magabiztonságot. Itt ki tudtok építeni valamit, hiszen itt szerelemről is szó lehet. Ez lehet egy közös otthon tervezése, vagy ami a hivatást illeti, valaminek a kiépítése, és akkor itt vannak a szerződések, szívvel, lélekkel csinálod ezeket a dolgokat. Itt kinyílik a házhoz ez az ajtó, és megadja a lehetőségeket, és itt van a szerencse az anyagiak terén. A felhő fél évet jelenthet, tehát fél éven belül mindez megoldható. És ez volt a havi jóslás, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!